Székesfehérváron az Icsi-ligetnél már jó 2 órával a tervezett célba érkezés előtt sokan voltak kíváncsiak a Tour de Hongrie-ra. Különböző feladatok teljesítéséért értékes relikviákat lehetett megszerezni. Aztán nem sokkal 5 óra után megérkezett a francia és az olasz körversenyeken hagyományosnak számító, de itthon az első reklámkaraván. A sok száz fehérvári nagy örömére rengeteg ajándékkal, emléktárgyal és kiváló hangulattal felvértezve. Ahogy közeledett a mezőny Székesfehérvár felé, úgy lettek egyre többen a pálya szélén. Sokan már a Giro d'Italia magyarországi szakaszait is végigkövették, de a nézők között akadt József Attila díjas irodalomtörténész is. Valóban sokakat megmozgatott a Tour de Hongrie. Lenyűgöző ez az egész verseny, amit most lehet látni. Néztem a tévében is, és úgy mondtam, hogy kijövünk ide a fiammal a befutóra. Azt hiszem, hogy ez több, mint sport, persze sportként is óriási, hiszen el tudom képzelni, hogy milyen teljesítmény van emögött, de azt mondják, hogy az országnak idegenforgalma is rendkívül fontos ez a sok-sok ilyen verseny. Sokan bíztak a magyar sikerben, hiszen nem sokkal a vége előtt még minden esély meg volt erre. Látom, biciklivel érkeztetek. Múlt héten a Giro d'Italián is kim voltatok? Kim voltunk, mind a 3 szakaszon. És milyen élmény volt? Fantasztikus. Azért jöttünk ki most is, hát ha megkapjuk ezt az élményt. És most mire számítasz? Hát én szerintem valamelyik, majd most a Dina Marci elől megy, hát remélem, hogy beér, mert meglátjuk. De magyar sikerekre. 6 óra előtt pár perccel tűnt fel Zámoly felül a 131 kerekes felvonultató mezőny, mely 1 kilométerrel a vége előtt érte utol Dina Mártonék 4 fős szökevény csoportját. A szakaszt így hajrá befutó döntötte el, végül a holland Olaf Kooi örülhetett. Megütöni!